Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi kirakás, egy általános jóslás. Viszont én meg vagyok arról győződve, hogy ez a jóslás neked is szól. Hiszen nem véletlen az, hogy pont most megnézed ezt a felvételt. Ha szeretnél kérni egy személyes jóslást, erre is megvan a lehetőség. Ez a jóslás itt az ő szív üzenete, tehát ez a szív üzenet jóslás megrendelhető. Erről készítek egy videót álnéven, és ha elkészült, akkor küldöm a linket a videóhoz. Ez a jóslás most általános, de mint említettem, megrendelhető, a díjam 4000 forint. Asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai asztrológia szerint, akkor a díjam kicsit magasabb, 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő szív üzenete. Itt ezen a képen látható az ő jelenlegi helyzete. Nála vannak vágyak, elképzelések, és reménykedik abban, hogy ez a terv megvalósul, hiszen a hajó szimbolizálja a reményeket. Ez a kártya lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok, lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is. Mi az ő gondolata? Az itt látható. Oda figyel a csillagképekre. Ez lehet egy spirituális terület, lehet a bizalom, hogy ő úgy gondolja, hogy a kettőtök kapcsolata az megvan írva a csillagképekben. De ennek a kártyának itt van szimbolikus jelentése is, amikor odafigyel valamire, átvizsgál most valamit. És az érzelmeit itt látjuk. Lesz mozgás, közeledik feléd. De ahogy a ló mutatja, még úgy fékezi a dolgokat, hátrafele tekint, ez jelenti a múltat. És az lenne a fontos, hogy ő ezt lezárja, elengedje, hogy végre legyen egy fordulat, és előre menjenek a dolgok. Mit közöl veled? Az itt látható ezen a kártyán. A 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Amikor elérkeztek ehhez a kerítéshez, és nem tudjátok, mi van a kerítés mögött, nem tudjátok, hogyan tovább, itt vannak még korlátozások. De át kellene mászni ezen a kerítésen, tehát kell, hogy változzon valami nála is, nálad is, viszont látható ez a gyönyörű lepke, és jelenti a kiutat, a szabadság érzetét, átrepül a kerítésen, amit ez a lepke még jelent a régi kultúráknál. A lepke jelentette a mi lelkünket. Tehát itt van köztetek egy lelki kapcsolat, ezt közli, vagy ő ennek tudatában van. Itt a következő kártya azt jelenti, hogy mit szeretne mondani, de nem mondja ki. Itt látható a főpapnő. Ez jelenthet spirituális dolgokat. Vagy, mivel a főpapnő őrzi a sorsok könyvét, ő valahogy érzi, hogy ez egy sors kapcsolat kettőtök között, ahogy a sorsok könyvében ez megvan írva, megvan nála ez a hit, de nem mondja ki. Amit ez a kártya még jelenthet, hiszen itt az asztalon látható egy irat vagy egy levél, hogy vár arra, hogy te írj neki, vagy ő tervezi azt, hogy újra jelentkezik nálad, vagy aláír bizonyos szerződéseket, de nem beszél nyíltan erről. Hogy lát téged?
az itt látható, ez a gyönyörű nő, te vagy az ő szemében, hiszen kedvel téged, szeret téged, csodál téged, és ő úgy gondolja, te szerencsét hoztál számára. És itt az uralkodó nő azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a kártyán. Te uralkodsz a helyzet felett, légy magabiztos, hiszen tudod irányítani a dolgokat. És ez volt ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!